Sokan sokfélét alkottak a Monoszkóp Kultúrbisztró által meghirdetett kiállításra, több technika is megjelenik a kicsi, de hangulatos terem falain. Közös bennük azonban, hogy mind tatai művészek kezemunkáját dicséri, akik külön erre a felhívásra készítették a darabokat. Megkértük a tatai művészeket, hogy öntsék formába, vászonra, vagy goblenre, vagy ki, amivel dolgozik, az érzéseit, gondolatait az 56-os forradalom és szabadságharccal kapcsolatban, és hát ezt mindegyikük nagyon jó szívvel megtette. És a kiállítás elrendezésében, a képek elrendezésében Szigetvári Krisztina volt a fő tanácsadó, a férje pedig nagyon sokat segített, és a férjem Varga István a kivitelezésben, hogy a képek a helyükre kerüljenek, illetve a Tamás, aki hát majd a háttér biztosítja. Az említett pályázatra a bisztró több eseményt is szervezett az 56-os megemlékezések kapcsán, és jövő tavaszig még több ilyen témájú programot szervez. Már javában zajlik a kerékpáros akciójuk, de a sport mellett a művészetnek is teret biztosítanak, hogy élményeket és érzéseket közöljön a 60 évvel ezelőtt történtekről. Most erre a kiállításra egy olyan alkotást hoztam, amely színes kollázs, illetve hát inkább azt mondom, hogy montázs, színes papírokból készült montázs. Én az álomszerűséget szerettem volna kifejezni, hogy olyan álmokat próbáljak a képemen keresztül ide varázsolni közénk, amely talán az 56-osok, illetve az akkori fiatalok szívében is megszülethetett, és lehet, hogy ezt egy kicsit most tovább kéne gondolnunk, és próbáljuk ugyanazokat az álmokat megélni vagy megálmodni, és ehhez azt az eszközt választottam, hogy színes papírokat festettem meg, és ebből ilyen tépkedéses montázs technikával alakítottam ki, hogy mint egy ilyen felhők jöjjenek létre, és a piros-fehér-zöld szint egy kicsit ilyen átvitt értelemben próbáltam belevonni ebbe a képbe. Összesen 12 helyi alkotó járult hozzá az összeállításhoz, többek közt Gutai János, Lévai Ádám, Sulyog Teréz és Török Viktória is.